Visszatértünk Hóférkék életével, igazából most nagyon izgalmas résznél vagyunk, mert megszületett Hamupipőke, aki a következő generációt foglalja magában. És illetve a tinédzserek is ugye iskolában vannak, de hazaérnek, akkor szülőnapot rendezünk nekik, mert fiatal felnőttek lesznek ezen a napon, ami nagyon izgalmas. És a fiúk szerintem a Salvatore a barátnőjével kiköltözik, lehet, hogy az lesz, hogy tényleg Tonya itt marad, és keresnek egy herceget legalább. Na mindegy. Szóval ez így a terv, reméljük, az is lehet, hogy még ma kiköltöznek, hogyha úgy jön össze. Na mindegy. Ó, a baba meg nem érzi jól magát, Hófehérke. Intézkedj. Ó, apa fent is van. Várjunk. Akkor ha már ott vagy, viszont ezt szeretnék úgy csak a világba bámulni, de akkor még megeteted, pelenkát cserélsz, megölelgeti. Te meg nem tudom megoldja a növényeiddel. Neki még egy szintet kellene lépnie kertészkedésben, illetve hát még 6 növény kellene involv, ami hát szerintem még meg lesz ebben az életében. Csak úgy ügyesebben kell csinálni. Ó, mi ez itt? Mindegy. Tényleg ők nem sok érnek, úgyhogy 3 tortát illene készíteni, Hófehérke, vagy csak egyet. Jó, ott a 3 annyian vannak, hogy megeszik azt egy nap alatt. No. Neked nem sokáig is iskolába, munkába kell menni. Hát, szerintem nem lesz ebből emelés, de majd meglátjuk. Na. Róla, mindenki elmondom, hogy csak ti maradtatok, de jó van, Herceg ugye most nőtt fel, úgyhogy neki most ma nincs iskola, de nem szabad elfelejteni, hogy neki is ugyanúgy mind a 7 gyereknek ugye vagy kitűnő tanulnak kell lenni, vagy pedig ezt teljesíteni kell, úgyhogy nagyon figyelnünk kell most a tanulmányaira. Attól függetlenül. De egyébként kialudtad magad, hogy nem tudom miért alszol még. Menj egy a svészére, ezt adnánk és esünk a házi feladatnak. Úgy, Hófehérke. Nem tudom, hogyha lesz, de lassan el kellene kezdeni a tortás ütögetést, mert attól tartok, hogy nem leszünk kész. Nem tudom, melyiket lehetne jobban. Nem csak a távoli darabig. Így. Ezt mondjuk lehetne, meg ezt is. Majd, hogy megérkeztél, visszajöttél, akkor is jó lesz. Nézem, nem számított, mert benne nem tökéletesek. Oh. Ezt is? Na mindegy, hogyha erre átjövünk. Egyiket se. Hát legalább akkor csináljuk ezt. És most? Hát csak próbálkozok itt minden, hát ha majd egyszer sikerül mind a 6-ot elérni, mindegyiket elérni. Na jó, van, most már menjünk vissza be tortát sütni, most már többet is tettünk, mint a kellett volna. Szegény tökre nem érzi jól magát. Álmos is, kell neki egy kis. Úgy csináljunk egy nagy tortát, de akkor ez mindenki. Lehet, mert sokkal hamarabb megvan, mondjuk csinálom ezt a fesztivált. Milyen esküvői torta feelinges lesz a fekete-fehére. Kész van, ügyes vagy, bár igaz, hogy csak 3-as tanuló, és ilyen C-s, szóval ebből nincs extra. Ú, és 2-t kell elérni valamiből, hogy feljebb menjen. És neki semmilyen skillje nincsen. Hát figyelj, mondjuk lehetne, illetve ugye milyen mászókás, meg ilyen ilyesmi, úgyhogy gyere ide mászókázni. Ha valahogy is megy fel. Tetszik az közösségű sapka. Úgy van. Más, te meg mindjárt neki esel a tortának, ők meg, hát nem sok itt vannak, ezért még van időnk. Én közben nézem, ahol nagyon mérges, de legalább most már nem bukik meg, senki nem fog megbukni, ugye? Ó, nem, ő még lehet, hogy még, hogyha keményen tanulsz, akkor még lehet, hogy B-s is lesz. Ó, igen, hogy mi A-ba fog átjárni, hogy te meg eleve jó tanuló vagy, ugye? Ja, itt van. A baba megsír közben, hallom, ő meg áll, úgy jön haza, hogy emelkedik a jegyik, nagyon jó. Nem akarom ezt a tortát félbe vagyni. De pelenka csere van. Hát majd ráér. Jaj, figyelj, ha már itt vagy.
Nem tudsz csak úgy magadtól besétálni? Úgy még. És menjél fel babázni. Tudom, hogy téged is zavar a sírása. Ó, hazajött mindenki, és ez ilyen, ilyen nem azt hittem már odaégett. Jó van. Mindenki, igen, és Mauríció most már ötös tanuló, ő is ötös, úgyhogy ez nagyon jó. Egy emberke maradt Szalvatore, lehet, hogy elbarátnőzte az időit. Na mindegy, menj el gyors tusolni. Neked mi a problémád? A sóférke gyors tedd rá a szülőnapi tortákat, mielőtt valaki bele akar kóstolni. Hát, nem tudom, mit legyen. Mindenki éhes, de inkább babázna. Figyelj, akkor most egy gyors... Én nem érjük, össze-vissza csinálom. Te mész fel babázni. És a többiek, de nem tusolni. Ti pedig éhesen itt álltok, hogy nem tudom. Beszélgessetek. Mondj nekem valami vicceset. Neked tudok valami. Kidétlen. Te mit csinálsz? Tényleg megismeri a testvérét. Hát igen, de elég sokan vagytok neked kikik. Ja, gyere te is, pont buli lesz. Megkérdezte a testvére, hogy átjöhet. Hát gyere. Itt el vannak. Figyelj, nem tudom. Na, nem érzi szerintem magát úgy, hogy megjavítsa ezt a... Pedig ezt meg kéne valakinek javítania. Hóférkém, hogy ezt miért sem meg a baba? Még kicserjük a felenkát. Szerintem mindenki arra vár, hogy kicserjük a felenkát. Senki nem jut oda. Na végre. Szerencsétlen gyerek. Jó van. Na. Akkor szerintem kezdjük el a partit, majd apa közben hozzáér. Ezt senki nem most el. Mert már tényleg mindenki kezd fáradtlani szerintem. Legyen Szalvatore kezdje, mert nem akarom, hogy ezt ne tudják megkívni. Krisztál barátnő is itt lesz. Ő meg ugye felnőtt már, nem? Úgyhogy, na mindegy. Nem mész aludni még, most. Jól csinálunk egy szülőnapi bulit. Méghozzá ő, és ő. Ők a hármasikrek. A vendégek vannak, lesznek egy pár napra nyitva. Apa, ő, mondjuk őt nem jelölöm be, mert ő is hazajön, aztán nehogy aztán hazazavarják. Nina is! Oh, Nina megöregedett, úgyhogy most már nem beszélhet ófejekével. De Krisztál mindenféleképpen jön. Hát ő meg már eleve itt van, de azért nem baj, áthívjuk. Ő egy haver, gondolom. Ő is, igen, meg még gyerekkorában ismertem meg őket, jöjjön ő is. Ő is, ő sincs itt más. Gonzálo, annyira nem ismeretes újt. Na mindegy. Jó van. Ki lesz a fő? Hát, jó lenne hófélkém, mert ő tud is főzni. Csak szerencsétlen nem akarom lehet terhelni. A többiek meg nem tudom, hogy tudnak. Jó, Szamár is megöregedett. Hát akkor legyen ő, mert benne lehet, hogy csak bíz. De nem, aztán lehet, hogy... Na legyen ő. Egy kis fiatalos. Hát ilyet most nem fogunk felbérelni, nem lesz meg ilyet sem, úgyhogy hát itt lesz nálunk. Köszönöm, kíváncsi vagyok, hogy nem kaptunk még teljesen véletlenül. Hát, nem. Azt hiszem, kaptunk valami dekorációt, de akkor valami másik családnak lehetett az. Na jó. Úgyhogy hófehérke, sajnálom, hogy tök álmos szegény, de milyen szépen ki van a bizony, meg a mennyasszonyi ruhá... Én nem, azt hittem értelem, nem parti ruhában van. Menjünk le és gyors főzzünk, valamit tudom, hogy mindjárt összesen. Annyira álmos vagy, de az egyik feladat az az, hogy csináljunk valamit. Úgyhogy legyen valami... Bármi, de ez valami jó. Ó, legyen ez a chicken, de ez túl. Nem, ez nem is olyan drága. 11-es, 45, jó lesz ez. Figuna! De baba van, annyit fel van. Ja, de nem, felfogadtunk egy izét, aki majd ezt elkészíti. Ó, itt van Krisztálna, várjunk Szalvatore. Lest van magad, nem te gép előtt. Mi? Milyen csinos ruhája van? Az a cipő az nem annyira elég, de lesz, nem mellett, hogy menjünk pont babázni. És egyébként ő, mint tínézser, ő felnőtt már. Miért kiderül, hogyha rákattintok? Felnőtt, nagyon jó. De szerintem örömt, ha rájöttem volna, nem? Szerintem meg kellene állni. Ó, de ügyes vagy, nagyon ügyes vagy.
Gonzalo. Gába! Úgy van Ufértól, hogy nagyon elmentem aludni. Ez lenne a... Ja, ez a csirke, amit készíteni embert. Csak dőj le ide egy picit. De az lenne a legjobb, hogy kezdjük el, és akkor... Hol van a Salvatore? Csak nem a barátnővel foglalkozó szegény mindenki. Na mindegy. Jöjjünk ide, ünnepeljünk. És fújd el a gyertyát. Többiek, majd beérnek a többiek is a következőnél. Mauriciónak is itt van. Jaj, várjunk, majd neki választani kéne valamit. Eddig neki van egy ilyen bro, meg lusta. Viszont nagyon szereti az embereket, és ő joke star akar lenni. Ha, mint egy kicsit zucibb lenne. Hát akkor lakjuk hozzá. Legyen az, hogy aktív. Vagy hát neki barátnője van. Legyen aktív, szerintem. Nézzük, hogy nincs is itt. Vagy legyen ez. Ez tökéletes. Mint egy kis magisztár volna, nem? Salvatore, ilyen Salvatore, na mindegy. Még ne vegyél belőle egyet, inkább rakd fel vissza a gyertyákat. És most már lehet romantikázni, gondolom. Köszönnek, hogy eljött. És most már van itt a románc, akkor feláld is meg. A következő hercegünk jöjjön Mauricio. Húgyni. Húgyni. Kívánj valamit. De aranyosak a táltérben nézem. Jaj, várjunk, ő meg ugye gonosz, meg zseni. És ő gonoszkodni szeretne. Jó van. De amit a melyiket ő olyan... Apa is itt van, most már tudja nézni a többit, és ideért legalább Tonyáira. Nem is tudom, melyik legyen. Legyen a... Hát jó lett az iskolában, egész jól alakított. Neki itt van az aktív felajánlva. Legyen ő az aktív. Jó, ja, akkor legalább egyik fiú. Nem ez. Még ez is jó. Jó, hogy ez is. Milyen érdekes kinézeted van neked, nem is tudom, ez ki ez. Bill. Ja, egy ilyen barátjuk. És akkor Tonyával fejezzük be, aki most éppen tusol. Jaj, hogy bárj, gyors, még rakj hozzá még gyertyákat. Nehogy valaki legyen össze. Hogy mi? És akkor jött te is. Szüzetán. Te pedig itt romantikázhattok ám. Ó, Elik megkérheti feleségül. Ez nem a szülinapi pulin legyen. Deg. Jön Tonya is közben. Na, hogy vegyél össze, hát már megijedtem, hát tőle azért. Na, tőled megijedtem, Jaden. Na, oda, Jimmy. Ó, várjunk Tonyának, meg ugye ő szomorkás, ja, zenész szeretne lenni. Akkor nézzem csak, lehetne mondjuk ambíció, hogy kreatív. Legyen kreatív, hogy is sokat rajzolt. Én most már lehet feleteket lenni. Mondjuk úgy pont nem éhes, de mondjuk te. Vegyél egy szeletet, és még hívd is ide a többieket. Bár nem, úgy elfogy, mint a... Ó, milyen jó kis színe van. Ott teszi a torta előtt ideig, hogy gyertek enni, de azért itt állok az útba. Milyen jó színe van, nagyon tetszik. Nem is néztem a szívfájt. Hú, félkül lemaradt az egészről. Hát elfogyott szegény, nem baj, vannak itt áll más kaják is. Szerintem ez a csirke meg már rég tűnt el, hogy nézd, hogy nem. Na, nem szükség, nem tudod pulizni eleget.
Fricsa! Hogy mi lenne, hogyha ti addig itt Oh, maradtok, amíg nem találnátok valakit? Mert annyira nincs teltház most. Tehát, hogy mindenki ragadt, hogy most figyelni. Bár még múltkor is csak egy gyerek volt, de Salvatore szerintem hol vagy? Egész jól érzi magát, most így evett valamennyit, és akkor kérd meg a barátnőt kezébe. Hol van? Jöjjt. Squamish Nibbinawtreefa. Hát ez nem lesz túl romantikus, de nem róla szól a dolog Salvatore. Itt mindenki előtt a partin. Igen, ő se volt még. Itt a konyhában. Elfogadta, nagyon jó. Milyen romantikus tinédzser korukban megismerték egymást is. Rendben, nagyon jó. De aranyos. Várjunk, mit tudunk eddig róla? Szerintem semmi jót. Ja, gonosz is, meg snob is. Nem van jó ez, jó ez, jó ez. És belekedves. Oké, nem tudom, hogy úgy szeretném mindenféleképpen, hogy összeházasodjanak, és még gyerekkel küldjem el őket, tehát hogy biztos legyen unoka. Ő lesz az első unoka, de úgy akarom, hogy ugye, hogyha külön rakom őket, akkor soha nem lesz gyerekük a játékban, de hogyha én ezt elintézem, akkor még ideje korán, akkor még lehet egész fiatalon. Csak most lett fiatal felnőtt. Na mindegy, szerintem adok neki egy napot, lehet, hogy holnap, ha tartunk itt egy ilyen kis szolidás kövőt. Ha csak a családdal. Ja, az jó, hát nem lehet aludni. Fófajok is fel kell. Figyelj, hófajok, tudom, hogy nagyon izé, de jól nem hát be fel a fejedbe. Mert kezdünk kifolyni a fejából. Ki van, akit kotkodál? Na, Tonya. Egyébként, látom, hogy most nagyon el vagy a testvéreddel, de vannak itt fiatal emberek, mondjuk ő tínédzser. Túl fiatal emberek, ő meg túl már idősebb. Hát akkor semmi nem szóltam. Már még itt van ez a furcsa emberkedő is, tínédzser. Na mindegy, majd mostantól neki nem kell sűrve jelni, hogy majd ketten, ők ketten elmennek a városba körbe nézni. Ó, nélkül itt egy lány. Ó, kettő is, te várjunk, 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 várjunk. Mindenkinek ugyan az a haja. Most ez a divat itt. Ő fiatal felnőtt, hát csak egy kicsit változtatni kép a szemmelődökét. Ő is fiatal felnőttedett arra. Varkás, ezzel mintha már találkoztunk volna. Na, figyelj, Mauricio, itt az esély most vagy soha. Szerintem meg is találtuk már a feleségedet. Mutatkozz fel neki. Ú, várjunk, és itt jön egy harmadik, ez egy fiú. Ő is fiatal fel, ő is Alexander. Ú, ez a gott családból való Tonya Vestre magad. Nem is kell messzire menni, de gott családba beházasodnak. De közben nézem, hogy jöttek egyébként. Ne város jelöltet, mert aztán elszalad. Ó, na bejön magát, nagyon jó. Ügyeste meg, hogy kigyátsz neked pont is oda a célod. Ó, de izgalmas, na várjunk. Te mit csinálsz, mert közben foglalkozni szeretnék. Te mit keresel itt? Lehet kijött ide enni. Barátságos interakciók. Miért megy el a partiról? Lesz tök érdekes. Hát akkor menjünk vissza, itt egy csomó barátságos interakciót tudnál folytatni, közben beszélges vele, én mutatkozz be neki, ezt nem is elkezdenek beszélni, hanem közben neked, hát WC tusolás lesz, hanem ágy, mert most már késő van. Itt ez az új szobád, és hófehérke hegedül a babájának, ezt úgyis mindjárt kidől. Hé, hey, egyébként szerintem be se fejezte a csirkét, ugye? Be se, nem hát. Azt hittem, hogy majd szeretném. Közben koncentrálni szeretnék ezeket. Beszélgessetek egy kicsit. Szóval oszd meg vele brilliáns ötleteket. Ismert meg. Ismert meg, na nézzük Tonyát. Itt van egy másik emberke, ő is fiatal fel, Nicholas Hack. De inkább őszintén szóval a gott családba tök jól lenne beházasodni. Úgyhogy még be sem tudok. Ó, de jó, róla kiderült, hogy ő egy jó ember. Skizna Plushi. Zappin Quarjabin. Shimre. Monsasarde. Ja. Nézzük téged.
Veruda. Veruda. Huszlek. Jeff and now Nulon. De aranyosak. Hoférke. Fenn a baba sír, főzni is kéne. Nem akarod túlterhelni, de valamit kezdeni kéne. Én szerintem mindig azt mondja, hogy nem tudja megcsinálni, és sokszor ilyen probléma. Kész is van. Nem, azért nem kell szaladni ám vendégek. Mondjuk ő pont nem az. Úgy szerintem akkor holnap egy dupla randiuk lesz. Ha azt nem meg tudnánk oldani ezt a kivinni. Csak a zenéről beszél, jó, tele van a kép. Na, hófehér ki, gondolom a kaját nem csinálja meg. Dag, és így kérdelelettem. Na, hát az voltam. Na jó, akkor menjünk fel bobázni. Mindig ez a felette cselek. Na nézzelek titeket. Ó, ne csak a táj mellette, olyan jó a lehetőség. Vagy legyél vele vicces. És hát a romantika az még talán túl korai. Nézzem, hogy álltok. Ja, még csak ismerd meg, nem is ilyes csak azt, hogy valami jó. Kicsit meg, mert te csinos. Megmesél neki egy történetet, hogy mi, Tonya. Jaj, jó, aztán kiöltözött. Jó, még mindig tele van, hát nem haladtok. Na micsoda. El is indult hazafele. Te itt maradsz, elmegyosz veled egy pár kreatív ötletet. Zappelnar! Megkérdezem a napodról. Feldobja a napodról. Garabani! Viccel a politikáról, na nézzünk többit. Fúj, aztán lesz, mint akkor, oké, ti még mindig is részeltek. Rebenina! Na jó, jöjjön egy flört. Oda lassan hallottuk ti is. Szerintem azért már csak beszélgetnek, így nem fogja el. És hogy hiszle hoznak az összes lehetőzőt. Hagyj fel. Ja, ez egész érdekes. Elég érdekes. Hol van egy ilyen gettina? Oké, ne. Öleld meg, és aztán nyert egy flört. Erről nem akarok lemaradni. Aj, szegény meg van bejött, mennyit nem is ismered, de mindegy, holnap majd átjött és jobban megismered. Semmit nem tudod róla. Menj oda aludni. Na nézzelek. Shomba Falaru. Maurice, talán ezt eljön a valami. Jabba Jahid. Kalu? Ó, most vörtön! És bejön neki. Van egy közös, de gondolom szingli. Szingli, de ezt azért még megkérdezzük. Lamina Quar. Befete Pelka. Smentina? Bimo. Droba. Oké, ő is szingli, te is szingli, nagyon jó. Figyelj, tudom, hogy csak egy kicsit öleljük meg, de miért vagy még fent? Mindjárt elszúnyál, menj el te is aludni. Utána te is mész aludni, csak... Na mindegy, ezt gondoltam, na itt honnan folytatjuk. Talán is el, amit most történt. Itt maradhatsz ám egyébként, ha gondolod. Csak gondolom, mert szegény olyan kényelmetlenül érzi magát. Vagy mehetsz vele sem azt. Nem, elment. Jó van, akkor hagyjuk tőle mennyi aludni. Jó van. És akkor, ha minden igaz, holnap megesik egy esküvő, amire szerintem őt is meg fogjuk hívni, ha megtudjuk, meg a Alexandert is. És akkor az is egy jó alkalom lesz arra, csak az a baj, pont 5000-ük van, amiből még kifutná itt valamit itt a hátul, de majd meglátjuk. Nem mindegy, a következő rész akkor majd innen folytatódik.